Sikeres nyomásgyakorlás, 16 ország fogott össze az ukrán termények vámmentes behozatala ellen. Megújult városközpont, befejeződött a több mint 1 milliárd forint értékű zöldváros program Fehérgyarmaton. Hármasikrek születtek, Luca, Róza és Lacika is édesanyjuk is jól van, hamarosan elhagyhatják a nyíregyházi kórházat. Egyre nagyobb a nyomás az Európai Bizottságon, az Európai Gazdatársadalom által már 16 ország fogott össze az ukrán termények vámmentes behozatala ellen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, a mostani helyzet hosszú távon veszélyezteti Magyarország élelmiszer előállítását, mint mondta, az ukrán élelmiszerek korlátozásán túl mielőbb csökkenteni kell a hazai termelőkön költségét. Nézzük meg Kelet-Magyarországot, gyerünk egy-kettő állom! Közel egy hónappal ezelőtt a Záhonyi határnál adtak hangot elégedetlenségüknek a magyar gazdák. Traktorok tucatjai zárták el az Ukrajnába vezető utat, tiltakozva az Európai Bizottság azon döntése ellen, amely lehetővé tenni újabb egy évre az ukrán termények vámmentes behozatalát. A gazdatüntetések szerte Európában azóta is rendszeresek. A hazai termelőknek a termés mennyiséget tekintve hiába volt jó tavalyi évük. Az olcsó ukrán gabona komoly piaci hátrányt okoz, ráadásul az az egészségre is ártalmas lehet. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, az Európai Bizottság kezd hajlandóságot mutatni a szigorításokra. Nagy lépés lett már az, hogy 16 ország lényegében azt az álláspontot képviseli az Unióba, amit Magyarország is követel a kezdetektől kezdve, és ezek a tüntetések is nagy valószínűséggel azzal fognak zárulni, hogy mégis bizonyos szabályokat korlátozni kell az ilyen áruk behozatala iránt, illetve az a nagy zöld nyomulás az állattartással kapcsolatosan a szigorítások, növényvédőszer használatokkal is, amit be akartak vezetni az európai gazdákra. Ezen azért mégis az észszerűség határain belül kell gazdálkodni, mert az úgy nem lehet egy országot átállítani, hogy holnap majd ilyen bogarat fogunk fogyasztani, és akkor nem kell állatokat tartani. Szóval én azt gondolom, hogy még ez egy ilyen amerikai hóbort lehet, és remélem, hogy Magyarországon ez soha nem is következik be. Ugyanazt nem lehet kijelenteni, hogy minden Ukrajnából érkező gabona káros, de az bizonyos, hogy az európai feltételekhez képest ellenőrizetlenül termesztik. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal több szállítmány vetőmagot megsemmisített már Magyarország területén, a veszély tehát valós. Rácz Imre azt mondja, a 16 ország egységes fellépésével valódi nyomást tudnak gyakorolni az Európai Unióra, bár a mostani megoldási javaslatot korábban már Magyarország megfogalmazta. A mezőgazdaság számára egy nagy sikert hozhatna az, az Olaszország, Francia, Német gazdák most alapvető kiindulási pontnak célozták meg azt, hogy a mezőgazdasági termékeknek legyen egy önköltsége ára, és onnan kezdődjön a kereskedelem, a gyártóknak a rárakódása. Ezt mi körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdeményeztük Magyarországon az Agrárminisztériumnál, és el is jutottunk a másik ciklussal addig, hogy tárgyalásra alkalmasnak minősítette az Európai Mezőgazdasági Bizottság, és ráhagyta a döntést már erre a ciklusra. Ebben a ciklusban addig eljutott ez, hogy megnyilatkoztatták az Európai Uniós gazdákat, hogy szeretnék-e ezt bevezetni a mi kezdeményezésünket. Úgy tessék elképzelni, hogy 5000-en töltötték ki a nyilatkozatot az Európai Unióba, Magyarországról 3000-en, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mi ezt szorgalmaztuk. És most szembesülünk azzal, hogy amit mi 7 évvel ezelőtt kezdeményeztünk, az olasz, a francia és a német gazdák ezt kívánják bevezetni alapul. Az Agrárkamara vármegyei elnöke hozzátette, már csak azért is kiemelten fontos az önköltség csökkentése, mert a növénytermesztők egyre inkább ki vannak téve az időjárás okozta viszontagságoknak.
Most amiatt van aggódni valójuk a vármegyei gazdáknak, mert a rendkívül enyhe tél miatt már javában rügyeznek a gyümölcsfák, így rendkívül nagy erőket kell mozgósítani a tavasz folyamán a jelentősebb fagykárok elkerüléséért. Közel 1 milliárd forintos városrehabilitációért véget Fehérgyarmaton. A település több központi területe újult meg teljesen, emellett a temetőút hálózatát is fejlesztik. A beruházások folytatódnak, közel 1,2 milliárd forintos top pluszos forrásból, többek között a buszpályaudvart is felújítják a városban. A Kossuth Park burkolatát szedték fel tavaly ősszel Fehérgyarmaton. Ezzel indult a zöldváros program a településen. A fejlesztés a napokban ért véget, a beruházás a belváros jelentős részét érintette. Elmondhatjuk, hogy a város egyik legnagyobb beruházása, összességében közel 1 milliárd forintos beruházási értéket képvisel, amelyhez a magyar állam egy jelentős 450 millió forintos kiegészítést adott a költségnövekmények miatt. Úgy gondolom, hogy ilyen mértékű közterületfejlesztés még Fehérgyarmaton nem történt, és azt is elmondhatjuk, hogy a végeredmény az nagyon szép lett, hiszen mindenkitől azt a véleményt kapjuk vissza, hogy a város központi része teljesen megújult, illetve új felület is, a Jékely kúria előtti felület, zöld felület is be lett vonva a Kossuth Parkba, tehát azt lehet mondani, hogy egy jelentős része bővült a Kossuth Park. A parkban új utcabútorokat és játszóeszközöket is elhelyeztek, ezek mellett pedig új szökőkutat alakítottak ki, amelyet a jó idő beköszöntével helyeznek majd üzembe. A Kossuth Parkon kívül a belváros más frekventált területei is megújultak, a fejlesztések pedig hamarosan folytatódnak. A római katolikus templom előtti terület az is új burkolatot és új dizájn kapott, illetve nagyon mostoha körülmények voltak az úgynevezett sétáló utcán, bevásárló udvarban, ahol a térkő feltöretezett volt, egyenletlen, tehát tényleg baleset veszélyes volt, ez a terület is megújult, nem csak a Kossuth Park. Tehát azt lehet mondani, hogy a város központi részének egy nagyon-nagyon jelentős része teljesen felújításra került. Természetesen ezzel nem áll le ez a program, hiszen már az élhető települések program keretében, a TOP Plus forrás keretében 1,2 milliárd forintot nyert el a város, amely a buszpályaudvar, a Május 14 tér egy részének, a Szent István térnek a teljes rekonstrukciójára fogjuk fordítani. Ennek a tervezése már javában zajlik, tehát lassan véget ért. Én úgy gondolom, hogy a városnak egy másik olyan része is felújításra kerül, amely megérdemli azt, hogy költsünk rá komoly forrásokat. A korábban felszedett és még jó minőségű burkolatból a temető úthálózatának felújítását kezdte el az önkormányzat. A meglévő térköveket új járdák építésére is használják majd a területen. Egy hét szünet után folytatódik a magyar üzemanyagárak emelkedése, derült ki a holtankoljak.hu friss adatközléséből. Az üzemanyagár figyelő blokk szerint most szerdán a benzinára emelkedik bruttó 7 forinttal, ami a nagykereskedelmi árak mellett várhatóan a benzinkutak árait is érinteni fogja. A gázolaj ára a hét közepén nem változik, az esedékes árváltozást követően az alábbi átlagárakat tapasztalhatják a járműtulajdonosok a töltőállomásokon szerdától. A 95-ös benzin literjéért 620 forintot, a gázolajért 646 forintot kell fizetni. Az édesanyja együttműködésének és a kórházi segítségnyújtásnak köszönhetően hármas ikrek születtek Nyíregyházán. Lacika, Róza és Luca egyaránt 2,5 kilogramm körüli súllyal jöttek a világra, és mindhárman jól vannak, hamarosan hazamehetnek. Édesanyjuk Renáta várandóságának utolsó heteit a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi Józsa András TAK kórházban töltötte. Békésen szuszog a kórházi bölcsőben a testvértrió Luca, Róza és Lacika. A három közel azonos súlyú kisbaba március 1-én a 37. terhességi hét betöltését követően császármetszéssel született meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi Jósa András TAK kórházban. Ebben az intézményben is viszonylag ritka a hármasikrek születése.
A hármas ikrek az nem háromszor annyi nehézséget, hanem 30-szor annyi nehézséget jelent ez mind a egészségügynek nekünk, de elsősorban az anyukának is, és itt kiemelném, hogy egy spontán fogant hármas ikrek voltak, és az anyuka egy nagyon együttműködő kismama volt, és a utolsó testvérnek a legvégét itt töltötte bent, és elfogadott minden olyan ellenőrzés, kezelést, amit tudtunk menni, és nagyon ritkán fordul elő, hogy 36 hét túl, tehát majdnem a érett szülésnek a koráig el tudták vinni ezt a hármas gyereket. Tehát olyan borzasztó nagy pocakja volt, hogy alig bírt szegény mozogni a légére, de szépen megszülettek, és a három gyereknek a súlya több mint 7 kiló. Három magzat kihordása természetesen jóval nagyobb terhet ró az anya szervezetére. A várandóságot és a gyermekek születését is szervezett orvosi, ápolói csapat felügyelte. Sokkal több veszély. Mondtam, hogy 30-szor nagyobb a veszélye, igaz is, főleg a teresének az elején, tehát hogy tovább élnek, hogy lesz a magzatok közötti vérkeringés, hogy alakul ki, hogy tudja az anya kiviselni, mennyire nyílik a mészája. Éppen azért érdekes ez a, vagy pozitíve érdekes ez az eset, mert az, hogy 36 hetes korig ilyen a gyereket szüljenek, azért nagyon-nagyon ritkán fordul el Magyarországon. Általában ilyen 1000 és 2000 közötti súlyak szoktak lenni, gramban számolva, és hát ugye bár az egy koraszültek, ők például nem is kerültek a neonatális intenzív központba, végig itt volt gyakorlatilag az anyuka mellett, és együtt voltak valóban családbarát, császármetszés vagy szülést tudtunk levezetni. A kicsik hamarosan elhagyhatják a kórházat, és odahaza szerető családban cseperedhetnek tovább 3 éves nővérük, édesapjuk és édesanyjuk, valamint a nagyszülők odaadó gondoskodásában. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai szerdán 9 órától 11 óráig Nyíregyházán, a búzatéri piacon a Police Café elnevezési országos rendezvény sorozat keretében várják az érdeklődőket. A bűnmegelőzési szakemberek egy finom kávé elfogyasztása mellett bűnmegelőzési tanácsokkal látják el az odalátogatókat. Az eseményen felhívják a figyelmet többek között arra, hogy semmilyen programot ne telepítsen még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem. Soha ne adja meg netbankja belépési vagy bankkártyája adatai telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Ne telepítsen alkalmazást ismeretlen személy kérésére, és ne utaljon biztonsági okból más számlájára. Ezeket ugyanis banki alkalmazott nem fogja kérni. Az első komolyabb kerékpár túra előtt fontos átnézni a kétkerekű műszaki állapotát és minden szükséges apró hibát javítani. Ezzel nem csak a kellemetlen meglepetések előzhetőek meg, jelentősen megnövelhető a bringa élettartama is. Az első út előtt nem szabad megfeledkezni a Kressz által előírt kötelező felszerelésekről sem. Egyenesen a kerékpár tárolóból, néhány hónapos, eseménytelen téli álmából érkezik a kerékpár egy jól felszerelt szakszervízbe. Bár optimális esetben csak a port kellene letörölni a bringáról, ha a szezon végén nem átvizsgált állapotban lett elrakva, az első hosszabb út előtt nem árt minden apró hibát kijavítani rajta. És a lámpája az nem világít, és nem csak azért, mert nincs benne elem. Hanem mert másba is van. Hanem mert másba is van, igen. Ez az, amiről tudok. Fixem. Jó. Akkor így 6 év távlatában csinálunk egy nagyobb átvilágítást, és hogyha bármi nem egy probléma, az most kiderül, de nyilván amikor szét van szedve, akkor jobban rálátom majd a dolgokra, és hogyha bármi van, akkor majd jelentkezek telefonon. A hosszabb ideig nem használt, szakszerűen tárolt, azaz nedvességmentes és időjárástól óvott helyen tartott bringákat is érdemes átnézetni. Egy évben egyszerre egy nagy generál nem árt, ugyanúgy, mint az autókra is igaz, ez is egy műszaki eszköz, ezt is időközönként karban kell tartani, ez az egyéves intervallum az ajánlott a részünkről. Időközönként a kerékpárokat szétszedjük, teljesen átvilágítjuk a csapágyazását, a forgómozgó alkatrészét kipucoljuk, újra zsírozzuk, megtisztítjuk és újra beállítjuk és összerakjuk. A legtöbb probléma hát a szennyezettség okozza. Szabolcsban élünk, helyi viszonylatokat tekintve a por, a szennyeződés jelen van mindenhol. Ez kihat a kerékpároknak a kopására, és időközönként emiatt kell ez a szétszedéses megtakarítás. Alapvetően otthon is ellenőrizhető a váltó, a fékek, a kerekek és a gumik.
Ha bárhol nagy hibát látunk, érdemes szakemberhez vinni a kétkerekűt, de időnként egyébként sem árt, ha darabjaira van szedve a bicikli, így akár rejtett hibák is előkerülhetnek, és akár komolyabb állapotromlás vagy baleset is megelőzhető. Állóhelyben is el tud öregedni bizonyos alkatrészcsoport, például a gumi és műanyag alkatrészek, ezek időközönként cserére szorulnak, és úgymond az állás is tönkre tudja tenni ezeket a dolgokat. Nem csak a váltót, érdemes a lánc nyúlását is megvizsgálni. Egy megnyúlt lánc koptatja a fogaskerekeket. Használattól és minőségtől függően egy lánc körülbelül 2-5000 kilométert bír, és általában hátsó fogaskoszorúval együtt kell cserélni. Mielőtt első hosszú útjára indul a bringa, ellenőrizni kell, hogy minden kötelező felszerelés megvan-e rajta, amit a Kressz előír. Érdemes először rövidebb távot tekerni. Ha néhány kilométer után tapasztalható térd, nyak vagy hátfájás, az nem biztos, hogy szervi problémát jelent. Lehet, hogy valami nincs megfelelően beállítva, vagy nem helyes a bicikli mérete. 13 méter magasságban egy emelőkosaras jármű emelőkosarában ragadt egy ember tegnap délelőtt Nyíregyházán. Egy Korányi Frigyes utcai családi háznál nagyméretű fenyő gajazását végezték, amikor az emelőkosár meghibásodott. A helyi hivatásos tűzoltók a helyszín biztosítása mellett egy villamossági szerelővel együttműködve a magasban rekedt férfit az emelőkosár vész üzemével földre segítették. Személyi sérülés nem történt. Egy pontot szerzett a Nyíregyháza Spartakusz az MB2 23. fordulójában. Timár Krisztián együttese hétfőn este a Soroksárt fogadta, és a találkozó egy 1-es döntetlennel zárult. A másodosztály tabellájának élén az 54 pontos Nyíregyháza áll, megelőzve a 45 pontos Eto FC Győrt. A Spari vasárnap a 15. Budafokhoz látogat. Szoros végjátékot követően hazai pályán szenvedett vereséget a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 22. fordulójában az Újbuda MAF csapatát fogadták, és a vendégek 84-78-as győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A tabella 7. helyén álló Nyíregyháza szombaton a 3. Vasas Akadémia otthonában lép pályára. Az új amerikai légióssal érkező fővárosiak ellen a kék cápák kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 12 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 perc a MAF-nak sikerült jobban, de a nagy szünetre 44-38-as nyíregyházi vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után utolérte ellenfelét az Újbuda, sőt a harmadik negyed végén már 10 pont volt a vendégek előnye. A Nyíregyháza azonban visszakapaszkodott, az utolsó előtti percben döntetlen volt az állás, de az utolsó három kosarat a MAFC szerezte, így 6 pontos vereséget szenvedett Merin Mekmedovics együttese. Tudtunk nagyon jó Archibald nélkül mit fogunk csinálni, és Archibald nem volt, szerintem jöttünk volna, de jött ezen egy olyan halál profi áliga való játékos, és egy kicsikét bontja szét ezt a mi terveit, mert ő tök mindegy. Kijelen játszik, ő játszik saját, és nagyon-nagyon szépen kiszolgált a centereket, amit mi lezártunk, és valahogy nem tudunk vele mit csinálni. Eredményez, amilyen első felidő vezettünk, egész első felidő mi vezettünk, mi diktáljunk a tempó is csináltunk, és egy kicsikét egy ilyen legmagasabb csapat ligából ellen, kevés volt a Marci és az Izsi. Izsi volt a sérült, saját magától azt mondja, a felelőssége akar játszani, és itt egy kicsikét szezon elején óta itt kicsit szenvedünk. De másfajta videkézzel és a taktikai variációval próbáljunk pótolni ezt a dolog. Sajnos nem mindenki jelen lehet. A vendégek edzője szerint csapata erejét bizonyítja, hogy a rossz kezdés után maguk javára tudták fordítani a mérkőzést. Borzasztóan kezdtük el a meccset, talán mínusz 17 pont is volt a különbség, és onnan kellett visszajönnünk. Fokozatosan jöttünk vissza egyre jobban a meccsbe, azt egy védekezés váltás hozta meg talán nekünk. Nagyon-nagyon meg kellett küzdenünk minden egyes pontokért, mert szerintem idén még ilyen rossz százalékkal nem dobtuk a kinti dobásokat. Ez a 19-ből 2, ez tőlünk igen szokatlan, tehát ennél mi sokkal jobban dobunk. Ezért bent kellett mindenért megküzdenünk, de a csapat nagyon keményen megküzdött minden egyes labdáért, és védekezésben is sokkal-sokkal keményebbek voltunk, és itt tudtuk a saját ritmusunkat játszani. Nagyon örülök a győzelemnek, mert nagyon-nagyon mélyről jött a csapat vissza, és ez az igazi erejét meg azt mutatja, hogy mekkora potenciál van bennük.
A találkozón 10 pontot szerző Busz Iván a vereség ellenére is talált pozitívumokat csapata játékában. Ez a csapat idegen légiós nélkül vezette a bajnokságot, és ide hoztak még egy olyan játékost, aki átcsoportban is komoly erősítésnek számított. Vele sajnos nem tudtuk a végén már tartani a lépést lábon, eldöntötte a meccset, de valóban fájó, és alakulhatott volna szerencsésebben is a végjáték, de az biztos, hogy nagyon jó visszajelzés az elmúlt 2-3 hónapunknak, hogy egy ilyen csapattal így tudtuk tartani a lépést. A forduló további eredményei a következők: Fót Jászberény 89-82, BKG Prima Akadémia Salgótarján 79-68, Deac U23 Cegléd 60-79, Óbudai Kaszások Budafok 103-73, MEAFC Pécsi VSK 78-128 és TF Budapest Vasas Akadémia 62-79. A tabella élén a Pécs áll 20 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 18-3-as mérlegű Újbuda MAFC-ot. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 13 vereséggel a 7. helyen várja a szombati Vasas elleni vendégjátékát. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Már 16 ország lépett feledségesen az ukrán gabona és egyéb alapanyagok vámmentes behozatala ellen. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke úgy látja, egyre nagyobb a nyomása az Európai Bizottságon, amelynek májusban kell döntenie arról, újabb egy évvel meghosszabbítja-e az ellenőrizetlenül előállított termények szabadkereskedelmét. Befejeződött Fehérgyarmat városközpontjának felújítása. A közel 1 milliárd forintos zöldváros programban a belváros jelentős részét térkövezték, emellett új utcabútorokat, játszóeszközöket is elhelyeztek. A felszedett meglévő burkolatokból a temető út hálózatának felújítását végzik. A fejlesztések folytatódnak, TOP plusz forrásból a buszpályaudvar és a Szent István tér is megújul a közeljövőben. Hármas ikrek születtek Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi József András tagkórházban évente egyszer, legfeljebb kétszer hoznak világra hármas ikreket. A március 1-én született gyermekek kiváló egészségnek örvendenek, mindhármuk születési súlya bőven 2 kg felett van. Hamarosan elhagyhatják a kórházat. Március 5-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerdán alapvetően gyenge mérsékelt északi a szél fúj, mely délutántól először északkeleten, majd estétől már több helyen is megélénkül, helyenként megerősödik. Napos és erősen felhős időszakok, valamint területek váltakoznak, és elszórtan kisebb záporokra lehet számítani. Csökkenni kezd a hőmérséklet, 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.